koszorúzás a Jászkun Redemció emléknapján, megemlékezés a Megyeházán, indul az EPER szezon. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. május 10-én 18 óra 5 perckor. A Magyar Országgyűlés 2014. február 4-én történelmi emléknappá nyilvánította május 6-át, a Redemció emléknapját. Az emléknap alkalmából a Millenniumi Emlékműparkjában a Jászkun Redemció emlékharangjánál Györfi Sándor Jászkun főkapitány, az egykori és az újkori Jász és Kun kapitányok, az önkormányzat nevében Szepesi Tibor polgármester, Gyurcsek János és Sári Kovács Szilvia alpolgármesterek és Rózsa Sándor jegyző helyezte el az emlékezés koszorúját. Ez egy nagyon szerény megemlékezésnek sikerült, hiszen nincsenek itt a Jászkun Huszárbandérium katonái idézőjelbe, hiszen őnekik lovas múltukkal együtt emlékezünk régi őseinkre, akik részben katonaemberek is voltak, megválasztott kapitányokra, főkapitányokra, és mindarra, amit a Redemció nekünk hozott. Ebben a pandémiás időbe, amikor a vírusjárvány szinte egész világot felöleli és bántalmazza, eszembe jut a régi, felelős Kun Jász kapitányoknak a feladatai, hogy abban az időben milyen embert próbáló tettekkel segítették a közösségeiket, kisebb és nagyobb közösségeiket. És akkor még nem volt ilyen gyors elérhetőség. Emlékezem rájuk név szerint is szinte olyan családokra, akik egész apa-fiú leszármazottként, például Kisújszállásról is a kapitányi címet megkapták. Például 1834-ben, amikor Karcagvárosba kigyulladt 634 ház, a kapitány Illési János még Kisújszállásról látta a füstött tüzet, és azonnal igyekezett a város segítségére. Újjászerveztette, megterveztette, és le is vezényelte a város újjáépítését. Hosszú időn keresztül sikerült. Ezek a kapitányok olyan sokat tettek a városokért, hogy megépítették a templomaikat, a hitnek a épületeit, amelyek örökké itt maradnak a városokba. Legalábbis reméljük. Habár a mai világban már nem ezt látjuk. Százával, ezrével bontják le a hit bástyáit, templomait. Szerencsére mi még megvédtük őket, és mindazokat, amiket építettek elődeink, nagy szorgalommal. A búzatermelő alföldön a gazdáknak szinte templomi méretű szeretettel gondozták a malmokat, ahol az élet, a kenyér liszté vált, aztán megsütötték kenyérnek. Tehát olyan tisztelettel voltak, mint ahogy elmentünk a templomba és imádkoztunk a Teremtőhöz. Ezekre mind vissza kell emlékeznünk, hogy fennmaradjon a történelembe. És a fiainkat úgy kell nevelni, hogy nemzet szeretőek, család szeretőek és hagyományainkat tisztelő fiatalokká váljanak, és ne kozmopolitákká. Azt hiszem, hogy ebben a tekintetben jól állunk,
hiszen a nemzeti nevelés, a történelembe való visszatekintés nagyon fontosnak tartja a mai kormány, és bízunk benne, hogy ez továbbra is így lesz. Csak úgy tudunk segíteni, hogy azokat az ismereteket, amelyeket róluk tudunk, és azokat a tetteket, hát azt közhírré tesszük a médián keresztül. Ma már erre lehetőség van, és mindenképpen fölhívjuk a figyelmet, és a fiataljainknak iskolákba, mindenhol ezt idézzük föl. F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő a KUN szövetség elnökeként emlékezett a Jász-KUN önmegváltásra, amikor is 1745. május 6-án került Mária Terézia magyar királynő Bécsben aláírta a jászok és kunok kiváltságainak visszaadását engedélyező okiratot. A redemció mindenképpen hozzátartozik a kunok és a jászok identitásához, hiszen a 20. századi, 19. 20. századi KUN identitás már egy kicsit redemciós identitás is, hiszen a szabadságjogok megváltása, a szabad kunok életmódja mindenképpen meghatározta úgy, mint a kiskunság, a nagykunság és a jászság életét is. És igazából őseink példát mutattak arra, hogy a szabadságért küzdeni kell, a szabadság drágább mindennél, és én örülök annak, hogy olyan települések és olyan népcsoport tagja lehetek, akik a szabadságért küzdöttek több mint 270 évvel ezelőtt is, és én azt gondolom, hogy mindenképpen meg kell emlékezni azokról az ősökről, akik tettükkel, munkájukkal, verejtékükkel megküzdöttek a szabadságért. Fontos az, hogy a fiatalok is tudják, hogy mit tettek elődeik, mit tettek őseik, hogyan éltek, és tudományos esszépályázatot, rajzpályázatot ki szoktunk írni a diákok részére, hogy akik foglalkoznak ezzel a témával, minél behatóbban, minél mélyebben foglalkozzanak őseink történetével, és én azt gondolom, hogy mindenképpen jó az, hogyha egy fiatal tudja azt, hogy mit tettek elődeik, hogyan kell élni, milyen hagyományokat hagytak rá, és miért ilyen a nagykunság, miért ilyen a kiskunság, miért ilyen a jászság, és miért ilyen ezeknek a területeknek az identitása és a szabadsághoz való hozzáállása. Ezt az eseményt nevezzük latin szóval redemciónak, azaz önmegváltásnak. A jászok, a kiskunok és a nagykunok szabadságaik visszaszerzése érdekében 580 ezer rajnai forintot gyűjtöttek össze az önmegváltásra. Nagyon fontos a mai nap számunkra, kunok, jászkunok számára, hiszen 1745-ben május 6-án váltotta meg magát a jászkun kerület, és vívta ki újra azt a szabadságot, azokat a jogokat, amelyek őt megillették, és amelyek a mai napig egyébként életben vannak, és azt gondolom, hogy mindenkinek a lelkében élnek ezek a gondolatok. Emlékezünk, és valóban, ahogy itt a hátam mögött is látszik, azért mégis Karcag a nagykunság fővárosa egy méltó emlékhelyet állított a város Györfi Sándor Kossuth díjas szobrászművész jóvoltából. Van hol emlékeznünk, van hol az emlékeinket az utódok számára átadni, hiszen ez az identitás, ez a gondolkodásmód a jövőben is kell, hogy jellemezze a kunokat. Picit szomorú, hogy ezen a számunkra nagyon fontos emléknapon ilyen szűk keretek között kell megemlékezni, de én biztos vagyok abban, hogy minden közösség azoknak a családtagoknak a leszármazottjai, akik akkor részt vettek a redemcióban, és mindenki, aki átélte és továbbadta az ősöknek, az méltóképpen magában, a szívében megemlékezik a mai napon. Leleplezték a megyei közgyűlés elnökeinek arcképcsarnokát. Az apropót a Jász-KUN redemció emléknapja adta. Az önmegváltás ünnepén tartott megyeházi eseményen ezúttal sem vehettek részt érdeklődők. Csupán a sajtó munkatársai kaptak meghívást a 3. kerület gyertyagyújtás ünnepségére. A Huszár Bandérium tagjainak immár hagyományos bevonulásával kezdődött. A Covid miatt idén ugyancsak szűk körben tartott megemlékezés. A jászok és kunok életében sorsfordító dátum lassan 300 éve szembesíti az utókort eleink áldozatvállalásával. Együtt emlékezhetünk arra, hogy felmenőink kitartásának és következetes helytállásának köszönhetően 276 évvel ezelőtt
1745. május 6-án Mária Terézia aláírta a Jászkun 3-as kerület önmegváltakozását lehetővé tevő redemció diplomát. A Jász-Nagykun Szolnok megye önkormányzat nagyon fontos küldetésének tartja, hogy erősítse a megye lakosaiban az összetartozás érzését, és minden itt élő vagy a térséghez bármilyen formában kötődő lakos tisztában legyen azzal, hogy Jász és Kun őseink hogyan és milyen erőfeszítések árán leltek hazára, és védték meg örökös kiváltságaikat itt, a Kárpát-medence bölcsőjében, az Alföld szívében. Hiszem Babits Mihály bölcs gondolatait, melyek szerint múlt nélkül nincs jövő, s mennél gazdagabb a múltad, annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe. Nekünk, jászoknak és kunoknak kifejezetten gazdag és eseménydús a múltunk. Soha semmit nem kaptunk könnyen, mindazért, amit őrzünk, keményen meg kellett dolgoznunk. Büszkén mondhatom, hogy Jász-Nagykun Szolnok megye vezetése ma is elkötelezett az ősök által képviselt értékek gazdagításában, és a múltunkban gyökerező történelmi örökség továbbvitelében, mely ha kell, kapaszkodót és támaszt nyújt a nehezebb időkben, s ha kell, irányt mutat a jövő nemzedékei számára is. A kapitányok tanácsának működése, a Jász és Kun kapitányok, valamint a Jász-Kun főkapitány megválasztásának mai napig élő hagyománya történelmi örökségünk testet öltött szimbólumai közé tartoznak. Ezért is tartjuk magunkat ahhoz, hogy megyei ünnepség és a regnáló és emeritus kapitány nélkül, valamint huszár bandériumaink kiváló fiai nélkül már évek óta nem kezdődhet el. A Jász-Kun induló, mint saját himnuszunk pedig mindezek mellé méltóságot, tartást és büszkeséget ad számunkra. Az itt élők identitás tudata ma is erős, még úgy is, hogy a világ azóta nagyot fordult. A 13. században a hazánkba beköltöző két keleti népcsoport, két különböző származású kultúrájú, de az idők folyamán a magyarságba olvadó nép, a Jász és a Kun nép közel 800 év elteltével magyarrá vált. Oly módon, hogy etnikai tudatát, műveltségének számos elemét máig megőrizte. Bár az etnikai tudat megnyilvánulásai a különböző korokban más-más formát öltöttek, napjainkig élnek, kovászát adják a táj, az egykori autonóm Jász-Kun kerület összetartó erejének. Mert a kunok és jászok maradékai magukat ma is kunnak és jásznak tartják és vallják. És ahogyan a globalizációs nyomás erősödik, fel-fellángol a közösségekben a saját kultúra, a táji jellegzetességek felmutatásának igénye. A történeti néprajzi kutatások azt igazolják, hogy a Jász és Kun öntudat a mozgatója a civil szerveződéseknek, népművészeti köröknek, felélelő hagyományoknak. Az egykori Jász-Kun 3-as kerületet szimbolizáló koszorún idén is fellobbantak a gyertyalángok. Az idei megemlékezés volt az első, melyet kísérő rendezvénnyel kapcsoltak össze. A megyei közgyűlés elnökeinek arcképcsarnoka a rendszerváltás utáni időszak politikusainak munkájára emlékeztet majd. Igyekeztünk ezzel a kis kiállítással, ezzel a tárlattal emléket állítani annak a munkásságnak, amely az elmúlt 31 évben a megyét, úgy gondolom, párthovatartozástól függetlenül, együtt gondolkodva, egységet teremtve és egységet építve sikerre vitte. Ez egy olyan példaértékű munkásság, amely a személyeket megjelenítve ma, mai naptól mementót állít a megye vezetőinek munkásságára, amely minden nap kell, hogy vezérelje a gondolatainkat, a munkásságunkat. Nagyon büszke vagyok arra, hogy elnök úrral karöltve a Jászságból, a Kunságból együtt végezhetjük azt a munkát, amely úgy gondolom, hogy igyekszik méltó örökösévé válni az erődök által letett hagyományoknak
és az elődök által támasztott követelményeknek. A mai naptól ez a mementó emlékeztessen mindenkit arra, hogy a megye vezetősége igyekszik, törekszik arra, hogy megőrizze ezt az egységet, és minden nap ez lebegjen a szemünk előtt. A 2014. február 4-én történelmi emléknapként számon tartott Jászkun redemció ünnepe alkalmából rendezett megemlékezésen készült videó már elérhető az önkormányzat közösségi oldalán. Később kezdődik és tovább tart az idén az eper szezon. Az ár tekintetében nagy a szórás. A hazai szabadföldi eper kilónkénti ára 4000 forint, import epret viszont már 1300 forintért is lehet kapni. Már megjelent a piacokon és a boltokban a hazai eper. A szokatlanul hideg április miatt azonban kevesebb, de jobb minőségű terméssel számolnak a termelők, mint tavaly. Egy bokron 80 deka, 1 kiló, mostan meg nincsen rajta 10 deka. A fóliás eper április vége óta kapható. A szabadföldi ezen a héten jelent meg a kereskedelemben. Az árak változóak. Az elsősorban Spanyolországból származó import eper kilóját már 1300 forintért meg lehet vásárolni. A legolcsóbb hazai eper viszont 2000 forintnál kezdődik. Nagyon örülök végre, és kicsit igaz drágább, de már legalább friss eper, úgyhogy reméljük, hogy lesz folyamatosan. Az eper az egyik leggyorsabban romló gyümölcs. 2-3 napnál tovább hűtőben sem tartható. Már keresik, most jelen pillanatban elfogyott, de szerencsére már most folyamatosan jön. Édesebb, finomabb, mint az import eper. Az eper csak kézzel szedhető. Az élő munka költség az utóbbi 10 évben 2,5-szeresére nőtt. Tavaly a Covid miatt ugrott meg az ár, hiszen a zárlat miatt alig érkezett import eper az országba. Nagyon heterogén a termés. Van olyan eper, ami már érik, de van közte még olyan, amelyik még nem is virágzik. Egy picit elhúzódó lesz szerintem a szezon. Nem egyszerre virágzik a időjárás miatt. A vásárlók most még csak a nagyszemű epret keresik, jellemzően kis tételben napi fogyasztásra. Amikor csúcsra jár a termés, lejjebb megy az ár. Akkor már a kisebb szemű eper is el kell, abból lesz a lekvár. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!